megtudtuk, hogy egy közel 260 kilós disznót vágtak le, hogy mi lesz a sorsa ennek a rengeteg húsárúnak? Hát azt hiszem, hogy ennek a nagy része a mai nap elfogyasztásra kerül, hiszen itt már reggel, ha így szép váltásban is, több váltásban is, de már reggelire is sokan voltak, vagy sokan részt vettek. Ha jól láttam, vagy 40 körül van a jelenlétében, akik eddig megfordultak nálunk. Úgyhogy ebédre, meg vacsorára csak ettől többen leszünk. Aha. És hát bizony közel 100 fős vacsora vendégseregnél elég sok hús fogy, hiszen főzünk orjalevest, abba is, ugye hát teljesen húsleves, hát abba sok Aha. hús kell, töltött káposztát, annyi főnek olyan 200-250 töltelék biztos készülni Aha. fog, és hát hurka kolbász lesz még a vacsorához, úgyhogy elég sok kell oda. Most ebédre máj pörköltet, vagy hát ezt a vegyes disznópörköltet főzünk, amiben a hús mellett még máj is van. Ez egy jellegzetes disznótoros étel, hagyományos disznótoros pörkölt, és utána meg pecsenye. Hát a pecsenyéből is, abból nem is tudom, töménytelen mennyiség el tud fogyni, olyan sokat szoktak ugye ebédnél fogyasztani, és hát ha véletlenül marad valami, mert hogy például van a fül, a farka, a körmök, amiket most így nem tudunk földolgozni, de egy külön közösségi esemény lesz majd, amikor kocsonyát főzünk, megint összejön a közösség. Mikor lesz ez? Hát még nem tudjuk, de januárban. Farsang, akkor mondom úgy inkább, hogy egy farsangi időszakban Aha. megint összejövünk, ha a vírus helyzet természetesen megengedi, és akkor főzünk kocsonyát, és akkor az megint egy közösségi esemény lesz, hogy azt közösen elfogyasztjuk. Értem. És láttam, hogy mossák a beleket, ugye abból rengeteg kolbász lesz, az is mind elfogy, füstre nem is kerül semmi? Tehát akkor füstőről, kemény fáról nem kell gondoskodni. Nem kell gondoskodni. Hát inkább a vékony belet használjuk, mert vékony bélbe töltjük a kolbász természetesen, de a hurkát is. Vastag belet nem igazán mossuk ki. A vastag bél, nagyon ennek a disznónak ugye már olyan vastag bele van, olyan fodros, és úgy tűnik itt a közvéleménykutatásból, hogy kevésbé azt a vastag hurkát szeretik, azt nehezebb jól átsütni, inkább vékony hurkát töltünk, és akkor a vékony belet mossuk ki a saját belét is, de hát ott pótlásról is gondoskodtunk, úgyhogy legyen elegendő hurkának, kolbásznak. Uh-huh. És hát a Kovács László fölajánlotta itt a szomszédban, ugye a így van, a fazekasmester úr, hogy akkor ő már fűti a kemencéjét és besegít a sütésbe, mert hogy esetleg lehet, hogy mi nem győznénk itt a mi kis kemencénkkel ezt a rengeteg sütést, hiszen az asszonyok már hozzáfogtak a hájas készítéséhez. Itt ilyenkor készülni szokott a jellegzetes disznótoros sütemény, amit ilyenkor a friss hájat kigyúrják, és abból készül. Nálunk, ha minden igaz, lekváros is, mákos hájas kifli, vagy ilyen kis hajtogatott batyú különböző formára, ahány ház, ugye annyi szokás, annyi formára hajtják, van, aki kiflinek hajtja, van, aki négyszögre hajtja, ilyen kis papsipkának szokták hívni, aztán van, aki csak ilyen, mint a párna, ilyen kis párnának hajtja, de mindenféleképpen hájas sütemény fog készülni. És kiket várnak a lakomára? A Hagyományozó Egyesület tagjai közül azok is, akik most délelőtt dolgoznak, délután már itt lesznek, és hát bejelentkeztek a városból is. Tehát számunkra igazából így van, bárki jöhet? Hát nem, előzetesen kellett azért. Előzetes jelentkezés így alapján. Van, de az előzetes jelentkezés alapján vannak olyan jelentkezők, akiket én személy szerint nem ismerek, de bejelentkeztek, hogy szeretnének jönni. Volt itt már a leszúrásnál is olyan, aki szólt, hogy már reggel szeretne jönni. Úgyhogy természetesen ez nem csak nekünk és rólunk szól, hanem azt szeretnénk, hogyha ezt a közösségi élményt velünk együtt mások is megélhetnék. Úgyhogy várunk
külsős, hogyha ez nem tudom, hogy szép szó, de külsősöket is a... hiszen jelentkeztek be. Uh-huh. Ebédre is, és vacsorára is. Jó, köszönöm szépen a tájékoztatást. Hát nagyon szívesen.